elindult a nap hosszú távú versenye, nagyon jól sikerült az indítás Zabrinának. Zabrina tudja tartani a falat, jól elindult rajta kívül Ultimate Force is, illetőleg aki átveszi a vezetést, az Usain, a két nagy ferenci domitású lóból a talán szerényebb esélyű. Zaramia, az istáló társ is ott van a negyedik-ötödik pozícióban, jelenleg Annuska társaként láthatjuk, majd pedig Betty Evo a következő ló. Disney HR is nagyon jól tudott lábra kapni, csak úgy, mint Szaharin, illetőleg ott van még Anybody is egészen jó helyzetben. De menet közben Usain az, aki nagyon jól tudja tartani pozícióját, mondom én, aztán mellé érkezik Ultimate Force, az ő hátán pedig Zaramia, illetőleg ott van Zabrina is, a vezető négyesben jelen pillanatban Disney HR a legjobb esélyű ügető a második sor ellenére. Nagyon jól el tudott startolni, és ő is a mezőny első felében van. Nagyjából 1600 méter van még hátra a Talent Scott Handicapből, kettes fogatok rendezett a mezőny, többé-kevésbé ugye leszámítva Overnightot, illetve Zaltikot, ők zárják a sort. Vezet Usain, méghozzá most már azért erősen fogott tempóban, mellett ott van Ultimate Force, majd Zabrina és Zaramia, nagyon-nagyon visszavettek az iramból a résztvevők, illetve a vezető kettős, Annuska, illetve a top favorit Disney HR, a harmadik kettes fogadban természetesen szintén nagyon-nagyon közel vannak, és senki nem vállalja, nem meri bevállalni a külső, a harmadik sport, tehát ez alól kivétel Zaltik, aki a mezőny végén volt, jó néhány hosszas hát, hát Kolozs József gondol egy merészet, és hát tekintve, hogy csak sétálgatnak a többiek, Zaltik elrepül a többiek mellett, úgyhogy egy körre a végöt próbál érreállni. Hát kérdés, hogy Usain mennyire tud gyorsítani, ha mennyire akar, úgy tűnik, hogy ezért nem adja a falat Komáromi Krisztina. Nem adja a falat, meg tudja tartani, tehát a kvázi vezető pozíciót, de hát nagyon erős Zaltik is, ők ketten meg is lépnek a többiektől, Ultimate Force a következő lovunk, majd pedig fej-fej mellett Zabrina, illetőleg Zaramia kettőse, őket követi Annuska, Disney HR a következő ló, Szaharin, aztán ott van Betty Evo, Aszlak Princess is talán megindul lassan-lassan, ami Usaint illeti kivétte az első komolyabb rohamot, meg tudta tartani a falat, illetőleg ezáltal a vezető pozíciót tud vezetni, mellette pedig ott versenyez folyamatosan Zaltik, aztán Zaramia nagyon jó helyzetben, és Disney HR is úgy látom, hogy lassan-lassan azért csak-csak megindul. A fejben van még mindig Ultimate Force is, de és még mindig továbbra is kettes fogatokban az egész mezőny, aki most oda kimegy és megindul, igaz a mezőny végéről a harmadik spúrban, az nem más, mint Betty Evo, érkeznek az utolsó kanyarra Usain vezetésével, mellette ott van Zaltik. Jönnek azonban most már kívül a favoritok, elindul Zaramia, elindul Disney HR, Aszlak Princess, Szaharin is közel van. Usain azonban a falon még mindig egészen könnyedén tartja pozíciát. Elindul az istállótárs Zaramia hatalmas lendülettel, középen pedig Disney HR a távoztopoz érve. Usain és Zaramia, Aszlak Princessnek van óriási momentuma, Disney HR pedig meglepetése egyelőre nem igazán tud jönni. Zaramia, illetve Aszlak Princess, Disney HR és kívülről Szaharin, Zaramia, nagyon jó korobbantott vele Nagy Ferenc 2. Zaramia nyeri az utolsó futamot. Aszlak Princess a második, végül harmadiknak az azért feljön Disney HR, szoros negyedik lesz Szaharin.